A magyar táncművészet egyik legjelentősebb személyisége, a Győri Balett megalapítója Markó Iván visszatért. 5 évi távollét után táncestjével újra magyar színpadra lépett február legvégén. Markó Iván ma este itt van a Friderikus Show-ban. De hát egy táncosnak ez az akadály semmit nem jelent, ugye? Átugrottad, ő már rendesen elaludt, amennyire úgy elnézem, de remélem az interjú elég izgalmas lesz, és aztán életre kell majd Totó. Iván, mit csináltál az elmúlt 5 évben? Az elmúlt 5 évben nagyon sokat utaztam, sokat dolgoztam, sokat gondolkoztam. Jártam Indiába, Ausztráliában, Izraelben, Franciaországban, Németországban, Ausztriában. Ez persze mind munka volt, nem pedig kirándulás. 99%-ban munka volt. Na most akkor viszont az érdekel, hogy miért tértél 5 év után vissza? Nem találtál egy állandó együttest odakin, vagy pedig mondjuk a szponzorok hiányából kifolyólag esetleg vágytad a hazai sikert, mert én ezt is el tudom képzelni. Nézd, egészen őszintén, körülbelül 2 évvel ezelőtt egy éjszakai sétán Szajnaparton valami olyan gondolat fogott meg, hogy nekem muszáj lenne itthon egy új együttest létrehozni. Hogy ez hogy jött, miért jött, azt neked nem tudom elmondani. Valószínűleg ennek az az oka, az alapvető oka, mert utána gondolkoztam, hogy darabot csinálni, koreográfiát csinálni, táncolni, filmet készíteni, tehát vendégként dolgozni, ezt lehet külföldön. De hogyha az ember egy együttest akar létrehozni, és arra van vágya, és arra van nyomás a lelkébe, akkor azt csak ott tudja megcsinálni, ahol mindent tud. Ahol ismeri az utcákat, ismeri az embereket, ahol ismeri a múltat, ahol ismeri a jelent, ahol ismeri a gazdagságot, a szegénységet, a fájdalmat, a boldogságot, mindent. És erre tulajdonképpen mondjuk az elmúlt időszakban, tehát a távolléted időszak alatt jöttél rá, amikor elmentél, ez még nem volt a fejedben? Nézd, amikor elmentem, akkor szerettem volna elmenni, mert egy olyan helyzet volt az életemben, ami arra afelé nyomott, hogy most ki kell, hogy szellőztessem az agyamat, a testemet. És tulajdonképpen én másodjára mentem el, mert 1972-től 79-ig elmentem a Bezsár együttesnek, voltam a vezető szólistája 7 éven keresztül. Akkor azért mentem el, hogy tanuljak, és tanultam egy zseniális mestertől, egy zseniális embertől. Most tanítottam, és az az igazság, hogy akkor a Bezsártól, mikor visszajöttem, akkor azért jöttem vissza, mert mindazt, amit tanultam, azt szerettem volna itthon odaadni, megmutatni. Most pedig azért jöttem vissza, mert egészen biztos vagyok benne, hogy számomra, lehet, hogy egy másik művész teljesen másképp gondolkodik erről, egy másik koreográfusnak nem probléma Németországban létrehozni egy együttest. Nekem, Markó Ivánnak nagyon szubjektíven csak ebben az országban tudok együttest létrehozni. Miben különbözik a most visszatért Markó Iván az 5 évvel ezelőtt elment Markó Ivántól? Hát először sokkal nyugodtabb, kevesebb benne a fájdalom. Majdnem, hogy azt merném mondani, tehát ez egy veszélyes mondat, hogy a mostani Markó Iván az egy boldog ember. Elsősorban boldog egyébként azért... Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy megtörjem a lendületedet, bocsánatot kérek, hogy jó. Ez látszik, ez a kiegyensúlyozottság. Igen? Az arcodon. Örülök. Igen. Szóval nem vagy nyúzott, vissza vagy fiatalodva. Köszönöm szépen. Nem különben, uram. Tehát... Köszönöm szépen. Ez jól esik. Hát eltelt 5 év. Idősebb 5 évvel, 49 éves lettem, úgyhogy 49. Igen, bizony, 49, és hát tapasztaltabb lettem egy pár élménnyel, ami meghatározó volt a számomra. Például azzal, hogy együttes sehol a másút a világon nem tudok létrehozni, csak Magyarországon. Na most... Kérdezek valami olyat, ami nem tudom, hogy indokolta, de minden esetre a feltételezés azért ott motoszkál a fejekben. Te ugye itt
a Győri Balett korában, tehát amire mondjuk az ember még visszaemlékszik, igen, vagy a Győri Balettes korszakodban, abszolút a csúcson voltál az, igen, együttessel együtt. Nem veszélyes-e visszatérni 5 év elteltével, tehát magyarán szólva oda akarok kiukadni, hogy képes leszel-e ismét ugyanazokat a csúcsokat döngetni, mint amit annak idején elhagytál? Azt lehet mondani, hogy én erre vágyom. Azt lehet mondani, hogy mindent meg fogok ezért tenni. De arra konkrétan válaszolni, hogy ez sikerülni fog, ezt én nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy a kongresszusi központban február 27-én a közönség, aki bravózott, aki állva tapsolt, aki ott maradt még 20 percig végighallgatva az én kis beszédemet, és Kupa Mihályét, aki a fővédnöke volt az esnek, úgy tűnt nekem, lehet, hogy tévedek, de úgy tűnt nekem, hogy örömmel fogadtak vissza. És az egy pillanatra ennek is elgondolkodtatok, igen, mondjuk, ami a kritikákban megfogalmazódott, ugyanis a kritikák azért, ha már szóba hoztad, noha én nem, jó, választottam volna, jó, ezt a mezsét, de ha már szóba hoztad, a kritikák többsége igencsak fanyalgott. Nézd, a következő a helyzet. Én művész vagyok, koreográfus vagyok, táncos vagyok, én szolgálom a közönséget, a kritikus pedig írja a kritikáját. Nekem nem az a lényeg elsősorban, hogy a kritika mit ír, mert én nem a kritikusnak dolgozom. Nekem elsősorban és mindenek felett az a lényeg, hogy a közönség hogy reagál arra, amit csinálok. Na most, te említetted itt a korodat, hogy 49 éves vagy, és azért ez fölvet egy másik kérdést túl ezen az iménti konkrétumon, hogy tudnilik, 49 évesen az ember vajon vállalhatja-e még mondjuk a táncosságot, tehát táncolhat-e, vagy egyre inkább el kell gondolkodnod egyfajta szerepkörváltáson, hogy el kell a súlypontot tolni leginkább a koreográfia felé? Nézd, ez egy nagyon-nagyon reális kérdés, és teljesen jogos kérdés. De én azt tudom neked erre csak mondani, hogy egy pár hónappal ezelőtt egy csodálatos művésznő, Maja Plisetskaja fellépett egy gálaesten, a hattyú halálát táncolta, és a 80. születésnapját ünnepelte. Csodálatosan táncolta. Na most ez nem jellemző. Tehát azért ez nem egy konkrét válasz a te kérdésedre. Már csak az, de is, hogy a hattyú halál az kettő csap, aztán úgy, ha jól emlékszem, elaléle a padló, nem? Sándor, figyelj ide! Tudod, milyen nehéz kettőt csapni úgy? Nekem mondod? Tudod, milyen nehéz kettőt? Akkor már beavatom a közösséget. Rá akart venni, hogy táncoljunk együtt. Hát mondtam, olyan Isten nincs. Szóval sok minden van, de hogy így megkircoljanak téged, azt én nem vállalok. Képzeld el, hogy akkor mit szóltak volna a kritikusok, hogyha én a Friderikuszt megtanítom, pedig ez én... még meg fog történni, ha te belemész. Igen, ez még megtörténik. De én meg azon a véleményen csak vagyok. Csak azért is. Rendben csak van. Azért is. Én meg azon a véleményen vagyok, amint te, igen, hogy én a közönségnek dolgozom. A kritika meg írja, amit éppen ír. Helyes. Köszönöm szépen. Pillanat. Ja, azért ja, még ja, ne menj el, ja, mert ugye úgy nem tudod megúszni, hogy azért valamit ne illusztrálj mindabból, amit mondtál, egy táncos, ha már engem nélkülözni kénytelen, legalább magát mutassa meg a színpadon. Pongor Ildikó társaságában, ugye jól tudom, ebből a háromrészes estből egy betétet fogunk látni. Igen. Markó Iván, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Thank you.
Markó Iván, Kongor Ildikó.